Semmi gátlásom nem volt az emberekkel kapcsolatban. A lopás és rablás teljesen normális volt a szememben. Ha nem veszi le az ujjáról azt a gyűrűt, akkor levágom. És nem a gyűrűről, hanem az ujjáról beszélek. Davidet egészen kiskorában arra tanították, hogy a lopás nem gond, csak az, ha rajta kapják. Amikor elmentünk bevásárolni, az egy nagyon izgalmas pillanat volt, mert anyukám az élelmiszerekből szendvicseket készített, mi a kinyitott csomagolásokból ettük a chipset, a csokikat, és ez teljesen elfogadott magatartás volt. Nem volt probléma más ember magántulajdonát elvenni. Az volt a baj, ha rajta kaptak. Amit nem láttak, meg se történt. Otthon arra is megtanították Davidet, hogy az embereket erőszakkal lehet irányítani. Az én gyerekkoromban sokkal elfogadottabb volt az, hogy egy szülő fegyelmezze a gyermekét. Apám használta az övét nevelő célzattal. Ez pedig arra tanított, hogy erőszakkal, veréssel lehet hatalmat gyakorolni. Ahogy David növekedett, a haragja is egyre nőtt. Elfogadhatónak tartottam, hogy ha kell erőszakkal is, de érvényt szerezzek az akaratomnak. Ha nem adod oda, elveszem tőled, nem volt probléma. 12 éves korában David édesanyja elhunyt. Anyám elköltözése után az egész világra haragudtam. Hogy fájdalmát elnyomja, David elkezdett tinédzserként drogozni. Hogy ezt finanszírozza, nagyobb dolgokat is lopott. Nem azért raboltam, hogy a villanyszámlát ki tudjuk fizetni, hanem hogy droghoz jussak. 16-17 évesen drogfüggő voltam. Számos alkalommal kapott rövidebb börtönbüntetést, mindez 17 éves korában kezdődött. Kiraboltam egy pizzériát, ahonnan 57 dollárral sikerült távoznom, de 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetést szabtak ki rám. Később megtetszett neki a motoros kultúra. Elmentünk megnézni a Szelíd motorosok című filmet Peter Fondával és Dennis Hopperrel. Láttam, ahogy motoroznak és partiznak keményen, és nagyon megtetszett ez az életstílus. Tudtam, hogy a legnagyobb gang az Outlaws motoros klub volt akkor Detroit környékén. Sosem tudtam elképzelni, hogy egy másik, kisebb klub tagja legyek. Megfogadtam, ha valaha motoros leszek, az Outlaws klubhoz fogok csatlakozni. David csatlakozott, és 1%-os lett. Az 1%-os azt jelenti, hogy az, aki a motoros szubkultúra 1%-át képviseli, az a legrosszabbak legrosszabbja. Olyan fickók csoportja, akik a motoros klubra tették le az életüket. Az, hogy az 1%-osok tagja vagy, hatalmat biztosít a kerületedben, a közösségedben, és státuszszimbólum. A motoros klubban eltöltött időt tovább fokozta az erőszakot és a rács mögötti időt. Életemben 5 alkalommal voltam börtönben. Ez idő alatt összesen 24,5 évet töltöttem a sitten, fegyveres rablás, betörés, drogkereskedelem miatt. David tagsága folyamatos volt az Outlaws motoros klubban. Amikor szabadlábon volt, drogot szállított Mexikóból Texason át Detroitba. Amikor rájöttek, hogy el tudom adni a drogot, és a pénzt meglátták, elkezdtünk kis furgonokkal, aztán egyre nagyobb járművekkel behozni havonta több száz kilót. Több száz kiló drogot. 2001-ben fegyverbirtoklásért letartóztatták. Egy nap, amikor a börtön udvarán sétált, elkezdett gondolkodni az életéről. Hallottam, ahogy az egyik 77 éves rab megkérdezett egy másikat, Chicagóból, tud-e helyet, ahol meghúzódhatna? Az visszakérdezett, nincs hova menned? Nincs pénzed? És ekkor szíven ütött, hogy az az ember akár én is lehetnék egy nap. Ekkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy változtatnom kell. Találkozott a börtönmissziós csoport egy tagjával is. Megragadott, ahogy a Bibliát bemutatták nekem, és amilyen szeretetteljesen végigvették Jézus történetét az írásokból. A Bibliát olvasva észrevette, hogy a szíve elkezd változni. Minél többet olvastam, imádkoztam és kértem Istent, hogy munkálkodjon az életemben, annál jobban változott a magatartásom. Azt kívántam, bárcsak mindenkitől bocsánatot kérhetnék, akivel rosszat tettem. Megtenném, de nincs rá módom. A börtönmissziós csoporttal csak úgy folta a sorokat a Biblia lapjain.
Komoly szintű tudást adtak át nekem a Bibliáról, ahelyett, hogy azt súlykolták volna, hogy csak mondd azt, hogy keresztény vagy, valld meg, hogy bűnös vagy, és kérd Istent, hogy bocsássa meg a bűneidet, és ha ezt teszed, akkor meg leszel váltva, és a mennybe mész. Nem, ennél mélyebb dolgot tanítottak. Elmagyarázták, hogy ez nem egy olyan könyv, mint a Huckleberry Finn, hanem keresnünk kell azt, hogy megértsük, ami benne van. Ádám és Éva, Káin és Ábel történetétől kezdve ez egy olyan sztori, amelyben Isten vezeti az embereket, más emberek hibáit használva, hogy mi ne kövessük el ugyanazokat. Hogy Krisztusi emberek lehessünk. Befogadta szívébe Krisztust, és megkeresztelkedett. Azt az űrt, amit még sokkal korábban édesanyám elvesztése okozott, droggal próbáltam betölteni, de nem működött. Megpróbáltam betölteni nőkkel, autókkal, pénzzel, mint hiába, mert egyik sem töltötte be. Mindaddig, míg el nem fogadtam Jézust Uramnak és megváltómnak. Attól kezdve az életem drámaian megváltozott. Szabadon engedése után csatlakozott egy szolgálathoz, Texasban, melynek keretein belül volt cellatársaival osztja meg Krisztus üzenetét. Jézus szabadságot ígért nekünk, azt, hogy a bűn kötelékéből kiszabadít minket. Felszabadultam a bűn vádlása alól, szabad voltam annak ellenére, hogy börtönben ültem. Jelenleg pedig bemegyek a börtönbe, hogy segítsen megértetni ugyanezt a dolgot a rabokkal. Nem kell a rosszat választaniuk, választhatják a jót. A cél, hogy ezek az emberek kijöjjenek a börtönből, és soha többé ne térjenek oda vissza. Ki lehet szabadulni, és Jézus Krisztust, mint Urunkat és megváltónkat követve élni az életet.